El van tudva az írásbeli. Megyek haza. Na, pillanat. Mondom, hány óra. 4:12. Hát gyerekek, ez van. Nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, milyen élmény volt. Nehéz leírni. Még én is alig tudom elmondani. A lényeg az, 6:28 helyett 6:09-kor keltem. Ugye már korán kell felkelni, innen. Na és ez hogyan van nálam? Már Szivárvány iskolába, az előző iskolába én voltam a legelső 8-os, aki bejött a ballagásra. Körülbelül úgy, hát úgy 2-3 között volt ott a ballagáson, de én már 12-1-kor én már ott voltam. Nem számított sem az ebéd, semmi. Úgyhogy ja, na de hát az volt, hogy 6:28 helyett az ébresző előtt jól felkeltem. De ez mindig van, ez mindig mostában így van. Tehát korán kell kelni, van az, hogy én magamat keltem előbb, és nem az ébresztő. Aztán minden, ruha fel, nadrág, póló, ing. Aztán ma felvettem egy nadrágot, kiderült, hogy már ki volt készítve. Mondom, nagyszerű. Tehát jobb semmi. Akkor felöltöztem, fogmosás, reggeli, be a kocsiba, azt írom az iskola. Úgyhogy ja. Nagyjából az lett, amire számítottam tulajdonképpen. Már amikor bementem a terembe, és kellett volna, kicsi másod lett a dolgok, hogy kellettek volna. De minden, de hát kész, az a lényeg. Úgyhogy ja, hogy végre az a felé tartok. Hú, de még volt már ilyen videóként. Úgyhogy ja. A védőmaszkról már csak annyit tudok mondani, én csak járműveken hordom. Szabadban minek? Sem értem. Hát én nem szoktam, én max csak buszon van ilyesmi helyeken. Ott azért tényleg felveszem. Mert amúgy is bemondják a bemondóba. Szabadban meg sehol semmi. Tehát így most minek? Na mindegy. A lényeg az, hogy hú, nagyon be voltam feszülve. Minden. Hú, aztán meg... Hát úgy volt, még 2 évvel ezelőtt, tulajdonképpen, hogy így sorra bementünk, tehát az egyik bement, akkor várnunk kell egy terembe, közben master, fog ki az asztalra, stb. Úgyhogy ja, szóval nagyjából így mentek a dolgok. Na. Egész jó az idő, hát reggel eléggé borús volt, mit ne mondjak. Szóval, ja. Aztán kisüt a nap, hát olyan változat. Olyan változatik az időjárás is, úgyhogy ja. Szóval, én voltam az utolsó előtti, bementem, leültem, aztán mondtam, amit néván kérdeztek, aztán mondani kellett. De ilyen betűket, tehát amivel ott volt ugyanaz a kérdés, akkor leírva apró B, C, A, vagy D, és akkor volt ez, volt természetesen szöveg, és feladat is, de abból csak 3 volt körülbelül. Igaz, hamis az, talán 2 volt abból. Ja, talán 2. Úgyhogy ja. Na mindegy, a lényeg az, hogy pénteken fogom tudni, hogy hános lett, már ha aki kíváncsi, ki az, aki nem. Tehát az eredménye. Szóval én azt mondom egészen, mert szerintem 1-2 talán nem voltam annyiban biztos benne, és szerintem 5-ös meg lesz. Muszáj lesz. Úgyhogy ja. Szóval igen. Tehát röviden enni. Sajnos közben kicsit éhes is voltam, mert csak itt reggeliztem. Úgyhogy utána is kellett ennem. Na már haza is értem, és akkor be is fejezzem, és akkor hát június 10-én már biztos, hogy meg lesz a gyakorlati vizsgám is, kíváncsi vagyok, mit kell mondani, de már az kiderül. Sziasztok!